és dur. Oh! Hasztó! Ez nagyon jó volt, ezért megérte ezt a videót megcsinálnom. Nagyon kíváncsi, hogy mi a különbség a Minecraft Java és Windows 10-es Edition között, azaz a Bedrock Edition között, ma ezt fogjuk lecsekkolni. Tartsatok velem! A következő állításunk a Java vs Bedrockból, ami nem más, mint hogy simán berakhatjuk a lávába ugye a piggy-kéjét, hát annyi baj legyen, leraktunk egy Chaos-ront, beleraktunk szépen, és ugye ebbe is értem, hát ebben semmi meglepő lesz, nincsen, ugye a Netherbe lakik, belemegy, nincsen baja, itt is simán elsüllyed benne, ebben nincsen különbség, a Bedrock Edition-ben látszik, ott vagyunk fölül, beraktuk ezt. Hát, megíg! Na jó, hát ez már megint mi ez? Azt hittem, hogy én eleinte a videó közben azt hittem, hogy a Bedrock sokkal, de sokkal fejlettebb, de hát nem. Némelyikben ez a jobb, némelyikben az a jobb, nem tudom ennek mi az értelme, miért nem egy jót csinálnak. Aha, hogy nem tudja kiütni onnan a chestet, mert ezen az ott van. Itt olyan át tudjuk tolni az egészet rajta? Azt figyeljétek már! Hát ez full bugos! Egy shulker chestünk van, hát ez milyen jól néz, amúgy ki, ez nagyon tetszik. Itt fullon el tudjuk rejteni a cuccaikat, halljátok! Se... Ez nagyon jó! Na ezt én még használnám is Mi ez a... Csirketorony? Csirketorony és... ez a csirketorony, nem tudom, hogy kibágolnak onnan az, de nem. Hogy nem bagolnak ki onnan? Na a Bedrockba is lerakunk rengeteg csirkét, vagy az összes így puk, ki fog így pukkani, mint egy tűzijáték, amikor kiütül a falat, onnan erre kíváncsi leszek, de én csak erre tudok tippelni, hogy ki fognak így lőni, mint egy tűzijáték tényleg, és dur. Oh! Hasztó! Ez nagyon jó volt, ezért megérte ezt a videót megcsinálnom. Tree nevű youtuber rakta ki ezt a videót, a Bedrock Edition-ben tudjátok, meg tudjuk kapálni, aztán át tudjuk húzni rajta a redstone, simán tudunk rajta redstone-ozni, nem tudom, hogy ez különbség a másikkal. Ugye megkapáljuk normálisan, hogy ilyen legyen a föld, és nem tudjuk letenni a redstone-t a Java Edition-be. Akkor már ez egy kis fejlődés szerintem a Bedrockhoz képest, vagy a Bedrock fejlődött a Java-hoz képest, hiszen nem lehet áthúzni rajta, úgy tűnik ez az első különbségünk a kettő között, én amúgy ezt nem is tudtam. Mi a következő? Van egy ilyen infest Store, rakunk rá egy picige kis hódarabot, ha már tél van, leestjük oda, és így folyamatosan esik le, ahogy az alattövő blokkot durran lefelé. A Jávába vajon ki fog törni, vagy valami más? Aki tört alatta, értem? Szóval sokkal fejlettem a Bedrock Edition, hogy észreveszem. Mi? Lávával is van valami különbség? Bedobom gyorsan a goldot oda a szélére, vagy hát bedobja oda gyorsan a goldot, és okos, figyeljétek, okos, mint a tavalyi kos. Hát nem hiszem el, föl tudták venni, hát ez olyan fura volt a jáv, fogja a jávába, bemegy az úton, és úgy fölveszi az összeset, gondoltam. Sokkal, de sokkal okosabb az NPC a jávába. Akkor ez eddig 2-1 a Bedrock Editionnek, nézzük meg a következő trükköt. Lávában éppen horgászik, átvitte a tűz... értem, szóval a tűzen átvitte, és úgy, hogy megégeti vajon-e a malacot. Hát egyáltalán nem égette meg a malacot, Bedrockba ez meg fogja gyújtani. Ezt nem is gondoltam, hogy van... Mi a fene meggyújtotta a Bedrockba azt, hogyha a horgászbottal átdobjuk a tűzön? Hát én ezt nem is tudtam, ennyivel fejlettebb lenne néhány mechanikai megoldásban a Bedrock. Srácok, ti melyikkel játszotok? Írjátok le nekem kommentben. Én a Jávát sokkal jobban kedveltem enni. A Jáván nem tudjuk átdobni a kerítésen, ugye hát ez tényszerű, hát miért is tudnánk, de át tudunk bugolni alul? Hát én erre nem is tudtam. A fogy a Bedrockon, ha át tudjuk srácok dobni, az ami elképesztően kellene. Én nem is tudtam erről a bugolásról. Bedrockban hát ott sem bírjuk át, és szerintem itt megszűnt a bug. Megszűnt a bug, de ilyen tök jó effektünk van. Hát ez nagyon furcsa. Én annyit furcsa, hogy az NPC hogy a Jávában sokkal okosabb. Következő rész, van egy kis sípre, igen, befestettük, megkaptuk szépen azt a fajta ugye gyapjút, amire szükségünk van. Megint befestettük, megkaptuk ugyanazt a fajta gyapjút. Itt nem tudom, hogy mi lesz a különbség, valószínűleg, hogy többet is adhat, vagy nem tudom, hogy mi lehet az. Igen, gondoltam, hogy többet is fog adni. Hát úgy tűnik, hogy a Bedrock Editionben csak egy darabot ad, hát az eléggé nagy csalódás. Én azt hittem, hogy ha drága színeket elhasználom rá, hát adjad nekem. Nekem rendesen, Jávában már a kettőbe tudtunk gyűjteni 5 darabot, a másikban meg sajnos alig ha. Ó, egy trapdoor itt valószínűleg be fogja magát nyomni alá, nem? Bedrockban nem tudja alá benyomni, hanem csak ránk bagol az egész, figyeljétek, hát ez tök béna. Ó, ezt tudni fogom, a Jávában az, hogy be tudunk alá is süllyedni szerintem. Vagyis én arra tippelek, bemegyünk alá és lenyomja. Én tudtam, úszunk a semmibe, ez marha, szerintem ez sokkal megoldás, igaz, egy picit bagos, de még mindig jobb, mint hogy egy átbagol rajtunk az egész.
trapdoor. Szóval, hát nem tudom eldönteni, hogy melyik lehet a fejlettebb kaktusz. Ráraktunk szépen egy van a kaktusznak ilyen szőnyegén, és nem is tudtam. És gondolom, a másikba le fog törni fog a nyuk a kaktusz. Én arra tippelek, hogy ott nincsen megoldva, vagy ugyanúgy meg fog szúrni. Nem, meg fog szerintem szúrni mi. Tudtam! Átjön a tüska a szőnyegen, hát itt nem olyan vastag a tüska, itt szétszurkálja a lábunkat, ahogy csak ugrálunk rajta. Nyug a piros gombot, kapunk egy kis esőt, ez nem így működik, de juhu, ez az. Itt is vagyunk, szépen lerakjuk ugye a tüzet, hát úgy tűnik, hogy a víz eléggé lassan oltja el, sőt, szerintem nem is a víz hatására oltódott el. Bezokedésemből, hogyha esik az eső, vajon a tűz azt a, szinte nem is tudjuk lerakni, olyan hamar eloltódik, de király, akkor ebben már megint okosabb a bedrock, én nem hiszem, hogy működik. Ez a Minecraftnak a készítése. Egyikben az egyik jobb, másikban a másikból, majd a végén meg fogok valami konklúziót levonni, de nem biztos, hogy tudni fogunk. Lerakjuk az ájnatot, és nem tud bemenni a jávába. Nem tud rálépni a sínre. Hát én ezt addig rosszul tudtam, hogy azt nem simán rá tud lépni. Vajon a bedrock, és nem is foglalkozik vele, ő azt akarja, ami ott van középen. Bedrockban szerintem befut egyből. Még ha kell, le is aratja, halljátok. Ennyi. Én nem is értem, hogy a jávába miért nem futnak be. Ez olyan kis gagy ez, mi? Én nem is tudtatok erről a trükkről? Jöjjön a következőnk, ami valószínűleg az lesz, hogy dobott valami blokkot. Mi volt ez? Átta? Szerintem ez ilyen pezseg a víz alatta, lerakott olyat, hogy tudjátok, jöjjenek fel a buborékok, az a tüzes akármi, és itt szépen pezsegünk. Bedrockon mi van? Azta! Húzzuk a csíkot, de simán át tudtunk menni rajta. Ebben jobb a bedrock. Eddig konkrétan döntetlenre állok szerintem. Sajtó, raktunk le szendet, nem történik semmi. Bedrock, vasajtó, szend és semmi. Nem tudom, hogy a másikban mi fog történni, de hát semmi az végvilágon. Bedrock edition. Szendet letesszük, alálunk és ki... Megvan, hogy kitol minket alulra, figyeljetek, ne... Hagyjuk már! Ilyen glitchek vannak a Bedrock editionben. Hogyha alatt állunk és mondjuk előre nyomjuk a V-t, akkor... Hát ez a titkos bázisok most teljesen megkérdőjelezték. Mi a következő? Csinálunk egy pályát a jávával, Dinnerbone névvel. Nem történik semmi, ugye a Dinnerbone, tudjátok, azt a sípre lehet látni, és akkor ilyen színes lesz, meg ilyesmi, de nem történik semmi probléma. A másikba Groom, Dinnerbone, beírjuk ide is, minden ilyen színes lesz, hogy nem tudom. Azt a fejjel lefelé. Jó, hát ez ami elképesztő. A Dinnerbone nevű pályát adunk meg, így fog a fejünk lenni, mint a sípekt is adott. Ez nem a színes, hanem a fejjel lefelé parancs, ugye, mint tudjátok, rosszul tudtam. Na, egy kis restol, gondolom mikor fogy el. Nem, hozzátok, azt a nyomogatja, oké, ezen nincs csak probléma. Nappat és éjszakát csinált ez a gép, és ezek folyton fekszenek, alszanak. Hát ez aztán érdekes, nagyon. Bedrockban ugyanez a helyzet, fekszenek, alszanak, vagy... Azta! Hát ez mi? Hát ez ellen a bedrockban sokkal menőbb. 1 perc 30 másodperc illegális dolog a Minecrafton belül. Nem tudom, mire kell számítani. Azta, mit csinál? Azt hittem, hogy meg tudod lőni a gyereket. Meg tudod ütni, és ő nem tud megmozdulni. Át tudunk futni a pókhálón, és hát igazán jövben nincsen semmiféle illegális. Át tudunk menni csak úgy, én ezt nem is tudtam, hogy nem lassít. Lóval vagyok lassít, vagy azzal se, és csak én nem tudtam. Redstone fákjával... Robbasd már fel a bolondos TNT-t, mit csinálsz? Ne rakd, ez nem a karácsony. Valamire izzót kell, égőt kell rakni. Snow, lépcsőt csinál a kaktuszba, és nem törik ki a kaktusz. És ezzel meg kitörik, nem hiszem el. Azt, figyeljétek már, a tonyáskára rárakjátok azt, hogy egyből összetörik. Én ezt nem is tudtam. Beszek, ha ráugrunk, nem törik össze. Most pont fordít, hogyha ráugrunk, akkor meg összetörik, ne szórakozz. Megint a hóbloknál vagyunk, vagy... Az egyikből az lett a másikból, amikor közben az egyik hó, a másik meg karc volt szerintem. Teli van gyémánta. Persze! Egyiket kiítod, a másikat nem. Berak egy oak saplinget, hogy megnövesztem. Úgy a természetesen nem nő meg, hiszen nincs akkor a terebélyeshez a hagyva hely. Oké. És megnőtt. Azta. Kamu. Kamuszagot érzek. Ebbe kamuszagot érzek, sajtok. Azt, hogy mondjam, itt a kamudetektorom az kiakad. Szörnyűben leugrunk a magasból. Kilépett. Visszament. És csak ekkora fall damage van. Ez működik! Remélem, hogy élveztétek ezt a videót, hogyha így volt, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok, sajtok!